Április 11-e több szempontból is jeles nap. Ezen a napon született József Attila, az egyik legtehetségesebb és legmeghatározóbb magyar költünk. Az ő tiszteletére ünnepeljük ezen a napon a Költészet Napját, és a színes programok mellett Makón ekkor adják át a Makói Medálják díjat. Az esemény József Attila szobrának és a Szépség kódusa emlékjének a megkoszorúzásával vette kezdetét, majd a bibliotékában folytatódott a program. Az idei évben a pécsi Kis Georgina magyar filozófia szakos gimnáziumi tanárnak ítélték oda a díjat. Első kötetéről, a Sötét évszakról bővebben is beszámolt televíziónknak. Nagyjából 20 év alatt íródott, nem azért, mert mindvégig ezen a köteten dolgoztam, hanem nagyjából 20 éve írok verseket. 4 tematikus ciklust állítottam össze. Formailag, tartalmilag is eltérő versek vannak ezekben a ciklusokban, de mégis összefűződik egy egészé. Azt is mondhatjuk, hogy egy fejlődéstörténet, egy ilyen önmegismerési folyamatnak a stációi. Többnyire természeti képekből indulok ki. Nagyon érdekelnek a varjak, például a kötetemben viszonylag sokszor kerülnek elő a varjak, meg az emberi kapcsolatok és a természet képein keresztül próbálom megragadni azt, amit másképp nem nagyon tudok leírni az emberekről. Lackor Gábor, József Attila díjas költő szerkesztő, az irodalmi elismerést odaítélő szakmai kuratórium újonnan megválasztott tagja elmondta, miért tette le voksát Kis Georgina kötete mellett. Címe is már nagyon tetszett, az a Sötét évszak, és valahogy ugye az egész kötet hangütését szerintem nagyon szépen leírja ez, hogy sötét évszak, úgyhogy már a cím is teli találat. Nagyon megfogott elsőre ebbe a költészetben ez a hangütés, tényleg ez a kicsit sötét, de nagyon szép árnyalatokkal, és önmagát mindvégig nagyon komolyan vevő, komolyan kezelő költői hang. A Makói Medálják díjat Farkasi Erzsébet polgármestertől vette át a költő, akivel a délután folyamán Kis Monika beszélgetett, aki egy részletet is felolvasott az egyik verséből. A láng kezét a nyitottságra helyezi, csinált bátran és mutatja magán. Eltűnik a keze a saját lelkasában. Markába fogja a maga biztonságában dobogó szívét. Tapogasd ki, mi van ott, szelídítsd a tenyeredbe. És a láng belefog. Előbb az egyik ujjam, majd a másik, végül a kész feje tűnik el a mellkasában. Az eseményen részt vett továbbá Orcsik Roland író-szerkesztő, valamint Janáki Marianna író is.